Ezzel a két ilyen Bacher motorvonattal javítaná a bakonyi vonatközlekedés minőségét a MÁV. Péntektől Győrből Veszprémbe és Celldömölkön át Szombathelyre is közlekednek majd a komfortos járművek. Az ünnepélyes forgalomba állításon Homolya Róbertet, a MÁV ZRT elnök vezérigazgatóját kérdeztük. Azt gondolom, az elmúlt évtizedekben megváltozott a társadalom, megváltozott a gazdaság. Csak pár számot mondok, az elmúlt 30 évben megduplázódott az autók száma Magyarországon, és a vasúton utazók száma pedig a felére csökkent. Nyilvánvalóan a mobilitás igények megváltoztak, versenyképes szolgáltatást kell nyújtani a vasútnak is. Jó menetrend, gyors eljutási idő és versenyképes környezet. Ez a mai alkalom is egy ilyen, ugye egy felújított ilyen Bacher motorvonatokat állítunk be Győr és Veszprém, valamint Győr, Celldömölk és Szombathely felé, hogy ez regionális vonalon tudunk egy ilyen fejlesztést megvalósítani. Versenyeznünk kell, az utasokért versenybe kell szállni, jó szolgáltatást kell adnunk, és reményeink szerint akkor vissza fognak szokni az utasok ránk. A rendezvényen elhangzott Kara Ákos sokat lobbizott azért, hogy ez a fejlesztés megvalósuljon. Az államtitkár úgy fogalmazott, ünnepi alkalom ez a pénteki. Szerintem a térségünk életében két nagyon fontos vasútvonalról van szó, a Győr-Veszprém, illetve a Győr-Celldömölk. Győriek, Győr környékiek használják sokan ezeket a vonalakat. Valóban az elmúlt esztendőkben, mint korábban Dávid Ilona vezérigazgatóasszonynál is, most Homolya Róbertnél is jártam térségi fejlesztések ügyében, így valóban képviseltem a Bakony Vasút Szövetség javaslatát, Bödecs Barna javaslatát, hogy érkezzenek új motorvonatok erre a két szakaszra. Én nagyon örülök ennek, ez egy ünnepi alkalom és egy nagyon fontos alkalom, hiszen az elmúlt esztendőkben történtek műszaki állapotjavítások, de a két motorvonat érkezése az egy látványos dolog. A kényelmes vonatok sokkal jobb utazási körülményeket biztosítanak az utasoknak, az árnyékolt ablakok és a klimatizált utastér ebben a nagy hőségben is komfortos közlekedést biztosít. A 120 km/h sebességgel pedig akár még pontosabbak is lehetnek a vonatok. A bevezetőmben elmondtam egy érdekes történetet, amit ugye sokan ismerünk, hogy mi oka lehet annak, hogyha Svájcban késik a vonat, azt szokták erre válaszolni, ennek két oka lehet, hogy vagy az óra, vagy a vonat nem svájci, tehát gyakorlatilag Svájcban ez nem fordul elő, tehát ez egy irány lehet, hogy pontos is legyen a vonat. Én azt gondolom, hogy a MÁV mindent megtesz, és természetesen a Gyesev is ennek érdekében. Örülök ennek a fejlesztésnek, hiszen azt sem szabad elfelejteni, hogy egy 10-12 évvel ezelőtt még a Győr és Veszprém vonatkozásában a korábbi kormányzat idején fölmerült a megszüntetés lehetősége is. Szerencsére ezt akkor sikerült megakadályozni, és itt most nem a megszüntetésről beszélünk, hanem a fejlesztésről. Zöld utat kaptak a motorvonatok, a Jan Bacher szerelvények már június 14-én útnak indultak, a pontos menetrendnek érdemes utána nézni a MÁV különböző felületein.